Az egészségházakban is ügyeletet tartanak a kétnapos ünnep alatt. Szabadkán a Karagyorgye, azaz a Halasi úton található 4-es számú, valamint a Bajmoki és a Csantavéri egészségházban is 24 órás általános orvosi szolgálat van. A Gyura Gyakovics utcában lévő gyermekpoliklinika szintén egész nap várja a betegeket a hét első két napján. A gyógyszertárak közül a Városháza alatti folyamatosan a lakosok rendelkezésére áll, míg a palicsi és csantavéri kirendeltségek reggel 8-tól 13 óráig tartanak nyitva. Az Entai Egészségház hétfőn és kedden reggel 7:30 és délután 13:30 között tart ügyeletet, a közkórház pedig egész nap. Az állami gyógyszertárban pedig csak reggel 7-től délig lehet orvosságot kapni. Magyar Kanizsán az egészségügyi ellátást a mentőszolgálat biztosítja február 15-én és 16-án, amely a nap 24 órájában a lakosok rendelkezésére áll. Az állami gyógyszertárban ünnepi ügyeletben, azaz 8 és 12, illetve 15 és 19 óra között válthatók ki a vények. Újvidéken az ünnep ideje alatt a Mihályló Pupin sugárúti patikában tartanak egésznapos ügyeletet. A betegek sürgős esetekben az újvidéki Zmáj Ognyenvúk utcai rendelőben jelentkezhetnek az ügyeletes orvosnál reggel 7 és 20 óra között. Nagybecskereken az elsősegész szolgálat 24 órás ügyeletet tart, ahogyan a kórház sürgősségi osztálya is. A város főutcáján lévő központi gyógyszertár megszakítás nélkül dolgozik, míg Pellaszon, Écskán, Eleméren és Melencén az állami patikák 8 és 12 óra között látogathatók. A városokban a két nap alatt zárva maradnak a bankok, az önkormányzati intézmények, a helyi irodák és közvállalatok. Újvidéken a Temerini úton a Theodor Mandics, a Futaki, a Balzac, a Bajcsi Zsilinszki és a dr. Svetislav Kasapinovics utcákban található posták nyitva tartanak reggel 7-től este 8 óráig. A parkolásért egyik vajdasági településen sem kell fizetni hétfőn és kedden. Az autóbuszok pedig ünnepi, illetve vasárnapi menetrend szerint közlekednek.